November közepe táján egyre többen emlegetik a mártonnapi hagyományokat, ilyenkor megjelennek az éttermek kínálatában a libás ételek, és több hagyományőrző program is zajlik. Az óvodákban és iskolákban rendszeresek a mártonnapjához kötődő foglalkozások, lámpás felvonulások. Kökény Ferenc, a Hatvani Lajos Múzeum igazgatója elmondta, idén az intézmény is kiveszi a részét az újraéledő hagyomány ápolásából, szombaton kézműves foglalkozással és mártonnaphoz köthető kreatív családi programmal várják az érdeklődőket. Manapság inkább a gasztrokultúra kapcsán szokták a mártonnapot emlegetni, és számos rendezvény szokott lenni. Van is egy ilyen hagyomány, hogy ilyenkor már a hízott libát le lehet vágni, és aki ilyenkor nem eszik libát, akkor az utána a következő évben éhezni fog, úgyhogy mindenki egyen libát. És hát a múzeum pedagógiai programról annyit, hogy nem véletlenül választottuk a mártonnapi családi nap gyerekfoglalkozást, mondjuk szombaton lesz ez a program, számos játék, ami a hagyományhoz kötődő lesz. A néphagyomány szerint Márton napján rendszeresek voltak a nagy lakomák, hiszen ez volt az utolsó ünnepnap a karácsony előtti 40 napos bőjt előtt. A hízott libákat novemberre már le lehetett vágni, így a libaleves vagy a libasült lilakáposztával voltak a legnépszerűbbek ez időtájt. Márton nap a borászok ünnepe is, hiszen általában ekkora készül el az év első újbora. A nagyobb borvidékeken Mártont manapság az újbor védőszentjeként tisztelik. A hagyomány szerint november 11-én kezdik meg a hordókat a gazdák, s a libalakoma mellé fogyasztják az év első frissítő nedűjét. A mártonnapi hagyományokból a Hatvani Azóró étterem is kiveszi a részét, ők is különleges menüvel várják a vendégeket csütörtöktől egészen vasárnapig. Nálunk hagyománnyá vált, természetesen most is készülünk, mint minden évben. A klasszikus menükön kívül beújítottunk egy kicsit, amit a meglepetésnek szánok a vendégeknek, de természetesen a hagyományos libaleves, kemencében sült libaropogós, káposztával, libamájterének krutonnal, házi hagymalekvárral, libamáj brülé kalácssal, és mivel pizzéria vagyunk, az az újításunk, hogy libamáj szeletekkel készítjük el a pizzánkat. Ugyancsak Márton napjához kötődik a fáklyás felvonulás hagyománya is, amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt jutatja el az emberekhez. A városban ilyenkor több iskolában, óvodában is rendszeresen tartják ezt a tradíciót. A gyerekek lámpásokkal járják az utcákat, és közben Márton napi dalokat énekelnek.